Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tudsz hanganyaggal tanulni online dalszövegekből. Nos, ebben a videóban megint összekötjük a kellemest a hasznossal, és elmondom, hogy hogyan tudsz dalszövegből angolul tanulni, legyél akár kezdő, akár haladó, és a videó végén ajánlok egy olyan teljesen ingyenes weboldalt, ami kifejezetten a dalszöveg angol tanulást támogatja. De mielőtt elkezdjük, ha téged érdekel ez a téma, tehát az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézz rá a leírásban arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele. Mindenkinek vannak kedvenc előadói és kedvenc dalai. Ugye most azokra a számokra gondolok kifejezetten, amiket egyszerűen nem tudsz kiverni a fejedből, akárhogyan is próbálod. Ezeket dúdolod vezetés közben, a busz megállóban, vagy munka közben a munkahelyeden. De ezek a számok, és itt most kifejezetten az angol dalokról beszélünk, ezek nem csak arra jók, hogy felidéz egy kellemes múltbéli emléket, vagy hogy elüsd velük az időt, hanem arra is borzasztóan hasznosak lehetnek, hogy fejleszd az angol tanulásodat. Már is mondom, hogy miért. 1. Legelőször is motiváltan fogsz tanulni. Biztos vagyok benne, hogy neked is kellett már valamilyen angol szöveget vagy olvasmányt fordítanod és szótáraznod az iskolában, vagy egy nyelvtanfolyamon, vagy egy céges angolórán. És én tudom, hogy ez sajnos gyakran nem egy túl izgalmas feladat a diákoknak, de egészen más a helyzet akkor, amikor te a kedvenc dalodat vagy a kedvenc előadód legújabb számát akarod megérteni, amikor meg akarod pontosan tudni, hogy az a dal miről szól, hogy az az énekes miről énekel éppen. És én pontosan tudom, hogy milyen nagyszerű élmény az, amikor szóról szóra, sorról sorra, refrénről refrénre egyre közelebb kerülsz a megoldáshoz. És engedd meg, hogy egy személyes élményt is megosszak veled ezzel kapcsolatban. Az első ilyen dalszöveg tanulásom nekem nagyon-nagyon régen volt, még általános iskolás koromban. Az egyik osztálytársammal mi nagy Queen rajongók voltunk, és az osztálytársam szerzett egy Queen kazettát, amihez tartozott egy ilyen kis kihajtható füzetecske, amin borzasztóan apró betűkkel le volt írva a dalszöveg angolul. És mi ezt a dalszöveget próbáltuk meg, azt hiszem, hogy a harmadik vagy a negyedik angol óránk után egy nagyon régi Ország László angol szótárral, ez tudom, hogy a fiatalabbaknak nem volt semmit, de az idősebb nézők emlékeznek az Ország szótárakra, tehát egy ilyen jó vastag Ország László által írt szótárral próbáltuk meg lefordítani a Queen együttes Radio Gaga című számát több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel, de én máig emlékszem arra, hogy milyen jó élmény volt, ahogy ott ültünk, és azt a kis füzetecskét szótárazgattuk. És egyáltalán nem adtuk fel, tehát ezzel egy ilyen 3-4 óránk el is ment. Tehát ma már ugye sokkal fejlettebb eszközök és módszerek vannak, de erről majd egy kicsit később. Ezekben a dalokban megismert szavak és kifejezések, én azt vettem észre, hogy sokkal jobban megmaradnak a tanulókban, mint azok a szavak, amelyek a szódolgozatokra kellenek. Tehát ezért akár egy kezdő nyelvtanuló is nagyon hatékonyan növelheti a szókincsét, és szép és választékos kifejezéseket tanulhat. Én éppen ezért, amikor kezdőkkel foglalkozom, akkor nagyon gyakran
szótárazunk és fordítunk dalszövegeket, az ő kedvenc dalaik szövegeit, és láttam a szemükön és az arcukon azt az örömöt, amikor megértik azt a sort, vagy amikor ők is el tudják mondani azt a sort, amiről a kedvenc előadójuk énekelt. És ezzel is egy nagyon rövid személyes történet. Van nekem egy kedves, idős, nyugdíjas tanítványom, egy korábbi videókban már meséltem róla, és az egyik dalában szerepelt az a kifejezés, hogy the winds of change, ugye a változás szele, ugye ami egy olyan erőre utal, ami változást idéz elő, és annyira tetszik neki ez a kifejezés, hogy the winds of change, hogy azóta szinte minden órán egyszer valamilyen formában, valamilyen kontextusban elsüti. És én annyira örülök, mert látom, hogy akkor ismert, én emlékszem, hogy akkor ismerte meg ezt a kifejezést, és annyira megmaradt, hogy azóta is folyamatosan tudja megfelelően használni. Kettes számú előny. Megbarátkozol az összevonásokkal. Ez most egy kicsit nyelvtani előny lesz, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, de ez is nagyon fontos. A zenészek a számaikban, és nem csak a zenészek, de az egész angol nyelv is imádja az összevonásokat. Tehát sok kezdő számára, ugye ez egy ilyen furcsa dolog, hogy az angol nyelv állandóan rövidít. Nem azt mondja, hogy I am Hungarian, hanem csak azt mondja, hogy I'm Hungarian. She's friendly. He's old. Ugye? Tehát folyamatosan összevon. És ez nagyon sok kezdő ugye azt hiszi, hogy ez valamilyen lazasság, vagy ez is egy slang, vagy tiszteletlenség, de ez nem igaz. Ugye ez egy teljesen természetes jelenség az angol nyelvben, hogy rövidítünk. Ha nem vonsz össze, ha enélkül akarsz beszélni, akkor egy anyanyelvű számára ez olyan mesterkértnek és furcsának fog tűnni, és egyértelműen rögtön kiderül, ugye, hogy te nem vagy angol. Na most, ha dalokból tanulsz, akkor folyamatosan hozzászoktatod a füled, és ha leírva látod a dalszöveget, akkor a szemed ehhez a jelenséghez megszokod, és sokkal természetesebben fogod ezt használni. Ugye szintén valamilyen zeneszámban, nem emlékszem, hogy melyikben van az a kifejezés, hogy az a mondat, hogy who's gonna protect you? Ugye? Who's gonna protect you? Ki fog téged megvédeni? És nem azt mondja az előadó, hogy who is going to protect you, hanem egyszerűen szinte mindent rövidít. Ugye? Who's gonna? Ki fog? Harmadik számú előny. Megtanulod a helyes kiejtést. Ez borzasztóan fontos. Ugye főleg a rímekből, amik igazán fülbemászóvá és dallamossá teszik azt a dalt, nagyon könnyű megtanulni a szavak helyes kiejtését. Ugye, és emellett, hogy te kiejtést tanulsz, ugye még mintákat is fogsz látni, vagy mintákat is fogsz kapni arra, hogy az ugyanilyen vagy hasonló szavakat hogyan kell helyesen kiejteni. Mire gondolok? Ugye, elképzelhet, hogy valamelyik dalban szerepel a csónak a boat kifejezés. Ugye ezt O-A magánhangzót írunk egymás után, de ennek ellenére egy hosszú O hangot ejtünk. Boat. Na most, hogyha te itt látod és megtanulod, hogy az O-A magánhangzó egymás után egy hosszú O hanggá válik, akkor pontosan fogod tudni, hogy a hasonló szavakat, például a coat, a kabát, vagy a goat, a kecske, hogyan kell helyesen kiejteni. És akkor végül a negyedik számú tipp, hogyan tanulj és szeretni, és milyen weboldalakról tudsz dalszövegből tanulni angolul. Az elején beszéljük meg egy félreértést. Lehet, hogy te egész nap angol nyelvű zeneszámokat hallgatsz egy fülhallgatóddal, egy fülhallgatón vagy a kocsiban, de ebből még nem fogsz igazán jól tanulni. Ahhoz, hogy kihozd a maximumot ebből a fajta nyelvtanulásból, ahhoz leírva kell látnod a dalt, vagy leírva is látnod kell a dalt. És ugye ez a leírt verzió és a kimondott, vagyis az elénekelt verzió együttes
használatával tudsz a legjobban fejlődni. Hogyan tudod ezt megtenni ingyen és gyorsan? Nos, én eddig minden tanítványomnak a YouTube-ot javasoltam, írja be a dalnak a címét, és tegye hozzá a plusz lyrics, tehát LYRICS lyrics, vagyis dalszöveg szót, egyből ki fog jönni a YouTube-on a klip, vagy nem a klip, de látni fogja az adott kliphez tartozó dalszöveget. De nemrégiben felfedeztem egy még ennél is jobb módszert, és ezt szeretném veletek megosztani. Írjátok be a Google-be, hogy lyricstraining.com, tehát LYRICS training.com, de ha ez nem megy, akkor lent a videó leírásában megtalálod ennek az oldalnak a linkjét, tehát lyricstraining.com. Ez az oldal tulajdonképpen egy teljesen ingyenes videójáték oldal, lehet regisztrálni, de egyáltalán nem kötelező, ahol tulajdonképpen a dalszöveg megjelenik a kijelzőm, de egy bizonyos százaléka üresen marad, és neked kell a hiányzó részt kitalálnod. Fönt az oldal tetején beállíthatod, hogy milyen műfaj érdekel téged, vagy egyszerűen a keresőbe beírod az énekest vagy a dal címét, és utána semmi más dolgod nincs, mint kiválasztani a megfelelő nehézségi fokozatot, tehát hogy a dalszöveg hány százaléka, 10-25-50 százaléka legyen üres, és már is kezdhetsz játszani. Nagyon jó kis oldal, és remek módja annak, hogy megtanuld a kedvenc dalod szövegét, és fejleszd a szókincsedet. Tehát én azt javaslom neked, hogy kombináld a YouTube-ot, és ezt a lyricstraining.com oldalt a dalszövegből való angol tanuláshoz. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz belőle profitálni. Szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak fejlődni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, tisztelt legközelebb!